Köszöntöm az Ajkai Szó online nézőit. E heti rendőrségi krónikánkban az elmúlt hét eseményeiről, illetve a biztonságos bankkártya használatról fogunk beszélni Gyuris Mónikával. Köszöntelek! Mi történt az elmúlt héten? Az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten két anyagi kárral végződő és két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Ittes vezető volt az elmúlt héten? Két fővel szemben intézkedtek a kollégák, két járművezetővel kapcsolatban volt pozitív az alkoholszonda. Térjünk át második témánkra, a biztonságos bankkártya használatra. Mire figyeljünk oda a vásárlásnál, illetve készpénzfelvételnél? Készpénzfelvétel esetén lehetőség szerint győződjünk meg arról, hogy a bankautomatán, az ATM-en van-e olyan eszköz, ami korábban nem szokott ott lenni. Ez lehet akár egy minikamera, vagy a kártya nyílásánál egy olyan kis eszköz, amivel akár le tudják másolni a kártya adatait. Amennyiben ilyen eszközöket látunk, mindenképpen keressük fel a bankunkat, ügyfélszolgálaton keresztül haladéktalanul hívjuk fel, vagy ha olyan dolgot észlelünk, ami halasztást nem tűr, akkor hívjuk a 112-es segélyhívó telefonszámot. Mi van olyankor, hogyha elnyeli a kártyánkat, és se pénz, se kártya, mit csináljunk olyankor? Ne hagyjuk ott az automatát, őrizetlenül mindenképpen hívjuk fel a bankunknak az ügyfélszolgálatát, és tájékoztassuk őket a történtekről. Vásárlásnál mire figyeljünk oda? Vásárlás esetén a kártyánkat használhatjuk úgy is, 5000 forint alatti összeg esetén, hogy odaérintjük, és nem adjuk ki a kártyát a kezünkből. 5000 forint feletti összeg esetén pedig úgy üssük be a PIN-kódot a terminálon, hogy azt takarjuk el, más ne lássa. Mire figyeljünk oda a bankkártyánk tárolásánál? Nagyon fontos, hogy minél vastagabb pénztárcába tároljuk. Lehetőség szerint vásároljunk hozzá kiegészítésként biztonsági tokot tartót, ami megvédi a bankkártyánkon szereplő adatokat, kódokat, illetve a bankkártyához tartozó PIN-kódot ne írjuk fel a tokra, a pénztárcába, a telefonba, hanem azt jegyezzük fel, vagy változtassuk meg olyan kóddal, amit könnyedén meg tudunk jegyezni. Mit évők legyünk akkor, hogyha ellopják a bankkártyánkat, illetve furcsa vásárlásokat észlelünk? Haladéktalanul hívjuk fel a 112-es telefonszámot, csak egy hívó telefonszámot, vagy fáradjunk be bármelyik rendőrkapitányságra, illetve haladéktalanul hívjuk fel a bankunk ügyfélszolgálatát, és jelezzük felük a problémát.